Újra megteltek élettel a tolnai óvodák. A koronavírus járvány elterjedésekor az egyik első számú intézkedés volt az oktatási intézmények bezárása. A Petszofer Ágnes polgármester azt mondta, most a veszélyhelyzet jelentősen csökkent, így úgy döntött, újra engedélyt ad a megnyitásra. Tekintettel arra, hogy ugye a kormány is döntött arról, hogy egy kicsit visszaindítja az országba az életet, és tekintettel arra, hogy itt sem Tolna megyében, sem Tolnán nincs újabb megbetegedés, sőt, Tolnán tudomásom szerint egyáltalán nincs egyetlen egy covidos beteg sem. Erre való tekintettel, illetve arra, hogy elég sok igény érkezett a szülőktől, hogy szeretnék a gyerekeket óvodába vinni. Úgy döntöttem, hogy a mai naptól, május 20-ától az óvodákat újra nyitom. Ugyan folyt óvodai ügyelet, de hát a létszámtól függően ugye mindig vigyáztunk arra, hogy 5 fős csoportok legyenek csak egy csoportban, de nem szívesen mentek a gyerekek másik óvodába, másik óvonénihez, és így a szülő mégiscsak megoldotta valahogy nagy keservesen azt, hogy a gyerekét otthon tartsa, de még egyszer mondom, nagyon nagy volt az igény arra, tehát többen jelezték az óvodába is, és felém is, hogy bizony jó lenne, hogyha vissza tudna menni a szülő dolgozni. Ezekre tekintettel úgy döntöttem, hogy május 20-ától újra nyílnak az óvodák. Ez azt jelenti, hogy a mai naptól már közel 200 gyermeket vittek reggel az óvodákba. Minden óvoda megnyitott. Most a 200 az kicsit kevesebb, mint a fele egyébként a teljes létszámnak, tehát még mindig vannak olyanok, akik meg tudják oldani, vagy vannak olyanok, akik esetleg óvatosabbak, és nem akarják még a gyereket közösségbe vinni. Nyilván mi ezt tiszteletbe tartjuk, de én azt gondolom, hogy a lehetőséget most már módunk van megadni arra, hogyha a lurkókat akarják vinni óviba, akkor ezt megtehessék. A Pikpang óvodában nagy volt reggel az öröm. Németné Szűcs Melita intézményvezető azt mesélte, nem csak a gyerekek várták az újra találkozást, az óvónők és a dadusok számára is megváltás volt a mai reggel. Mindenki nagy örömmel várta, hogy érkezzenek a gyerekek. Még most is tart valaki, még most érkezett meg az óviba, gondolom azért, mert még kicsit tovább aludt, hozzászoktak ebben az időszakban, hogy később kelnek esetleg a gyerekek. Aki jelentkezett, hogy jönne most, az mindenki, sőt van olyan óvoda, ahol még több gyermek is jött, aki nem kért a mai napra étkezés, de hozta mégis a szülő, mert szeretett volna jönni a kisgyerek. Nem csak az óvodákat érinti az engedmény, és kezdhetnek napokon belül újra üzemelni. A kulturális intézményekben is rövidesen elkezdődhet a munka. Kulturális központot is újra nyitjuk oly módon, hogy lehet használni ezeket a tereket, de mindenkinek saját felelősségére. Tehát mi programot szervezni egyelőre nem fogunk, rendezvényeket nem tartunk, nem lesznek kiállítás megnyitók, és nem lesznek egyéb előadások, de lehet látogatni a könyvtárat, és a civil szervezetek is, ha úgy döntenek, hogy ők szívesen összejönnének egy kézműves foglalkozásra, vagy egy szakkör foglalkozásra, akkor látogathatják ezeket, de még egyszer mondom, mindenki a saját felelősségére, tehát én azt gondolom, a lehetőséget megadjuk, de mi nem generáljuk azt, hogy oda emberek látogassanak. Talán a könyvtár az, ami egyébként a legfájóbb, de mégis talán a legnagyobb biztonsággal nyitható újra, mert hogy ott egyszerre azért nincsenek tömegek, tehát ott semmi akadálya nincs annak, hogy a távolságot betartsák. Az, hogy a civil házakban esetleg ügyfélfogadást egy civil egyesület tart-e, ez legyen az ő döntése, azt gondolom. Tehát mi ezeket az intézményeket újra nyitjuk, és a Családsegítő Központnak azt a részét, ami a Bajcsilinszky utcában van, azt most is volt ugyan ügyfélfogatás, be kellett csengetni, de június 1-től már nem kell, tehát szabadon mindenki mehet, még egyszer mondom, távolságtartással és a higiéni szabályok betartásával mehet ügyeket intézni a Családsegítő Központba is. Ami nem nyit vissza, az az idősek klubja, és itt ugye elég sok idős látogatja akár a Mözsi, akár a Tolna idősek klubját. Én azt gondolom, hogy főleg ők a veszélyeztetett korosztály, tehát tőlük még egy kis türelmet kérünk. Tehát ezeken kívül június elejével gyakorlatilag minden intézményünk újra fog indulni. Május 25-től a polgármesteri hivatal is kinyitja a kapukat, és a normális rendnek megfelelően folyik majd az ügyfelek fogadása. Emellett az intézmény működtető központ is várja majd azokat, akiknek ügyes-bajos dolgaikat el kell intézniük.
A Pelszófer Ágnes polgármester azt mondta, fokozottan oda fognak figyelni a fertőtlenítésre és a higiéniai szabályok betartására.